Üdv mindenkinek, itt vagyunk egy nagyon új videóval, méghozzá az American Truck Simulator legelső részével. Ahonnan most ez a saját kamionommal fogunk menni. Kérlek szépen. San Franciscóból megyünk le egészen Los Angelesig. Az ötös úton, ez egy szép kis utaska lesz. 9 órányi út, 351 mérföld, és főképp estében fogunk menni, úgyhogy ez egy esti út lesz. Ezért váltsál előre, amikor elindulsz. Ja, szóval először is szeretnék bocsánatot kérni akkor, hogyha bénáznék. Ugyanis ha bénázok, az ami előfordulhat, és el is fog fordulni, akkor az azért van, mert be kell vallanom, hogy habár most már egy 2 órát játszottam a játékkal egyben, már nem teljesen egyben, de hogy most, akkor attól még azért még nem szoktam hozzá. És én erről beszélek. Szóval így jó, hogy így éppen indumálok arról, hogy hát, bocsánat, a bénázok, és erre neki megyek valakinek olyan profizmussal, hogy az ületes nincsen egyelőre kormányom. Ezt a hiányt szeretném pótolni, de addig is nekem, én így a egérrel kormányzok, ami szerintem, ha bárki próbált a játékot, nem könnyű dolog. Nekem sokkal kényelmesebb, hogyha billentyűzettel játszanék, de azért semmiképpen nem könnyű. Emellett, hogy információt tervezek egy zöld háttér beszerzésén. Szóval tervben van. És onnantól kezdve lenni webcam a videóknál, nem tudom, bárán biztosan emlékeztek, régen is volt. De zöld háttér nélkül most nem szeretném csinálni. Viszont akkor onnan az egy opció lehet. De viszont most beszéljünk már egy kicsit a játékról. Láthattátok, hogy múltkor simán ugye piroson így átmentem, ez azért van, mert Amerikának van nagyon sok államban, és így a játékban mindenhol a piroson szabad jobbra fordulni. Mondta, hogy most nem mentem át a piroson. Ja, akkor azért van ilyen kicsi pénzem, ja, és azért is kaptam egy egyenlítólépés. Mert van, felvettem nagyon sok pénzt azért, hogy megvegyek ezt a kamiont, és hát mindig csőd közepén, vagy közelében állok, de ez nem baj, ez mondjuk 6000-t fog hozni a házhoz, ami azért elég jó. Különben úgy vettem meg, hogy ez a fekete festéssel vettem ezt a Kenworth W900-asat egy retarderest váltóval, mert a retardert szeretjük. Meg mert kényelmes retarderrel vezetni, nem én vezetek, hanem a tempomat használja a retardert. Ugye a retarder az egyfajta motorfék, ha jól tudom. És úgy volt 121.000 dollár, úgyhogy nem volt kevés. Nemrég kezdtem el játszani ugye az American Truck Simulatorrel, de az Euro Truck Simulatorban biztos vagyok benne, hogy egy ilyen 20 órán van. És azt a játékot nagyon-nagyon szeretem, de tényleg nagyon jó játékról van szó. Lassan szerintem abba fogom hagyni egy kicsit a dumát, ugyanis nem sokára kivítom majd az autópályára, nem majd az az igazságot, meg majd azt szeretném, hogy majd egy kicsit fel akarom gyorsítani. Az időt ugyanis hát valljuk be, az autópálya az nem túl érdekes, mondjuk azért nem akarok még felgyorsítani, mert azért az is egy elég szar videó lenne, ahol 400 sebességgel már néznétek végig az egészet kb. Most láthatjátok, benyomtam a tempomatot, és egyszerűen csak megnemeltem a tempomat sebességét. Hú, itt van a gyönyörű szép tenger. Wow. Voilà. Itt haladunk el szépen a gyönyörű szép tenger mellett. És haladunk. Egyébként most is bekapcsolódott a retarder. Éppen azért, mert ugye a intelligens tempom, vagy nem intelligens, a sima tempomat, ami ugye
láthatom, hogy a sebesség engedése az 0 km/h legyen, úgyhogy amint túlmegy, bekapcsolja a retardert, és addig nem éri el, addig nyomja a sebességet. Azt tettem észre, hogy a barátaim között a Hearts of Iron 4 az egy elég nagy popularitást, hát most, hogy mondjam, nagyon sokan van meg a Hearts of Iron 4, amit megvallom, nagyon meglepődtem, amit, hogy azért ez egy viszonylag réteg játéknak kellene lennie, de ahhoz képest valahogy egy elég jó reklámkampányra volt. You gotta be kidding me. Ez most komoly, de jó van. Egy sávos kis úton megyünk a 16 tonnányi, mivel? Irodakellékekkel. Átunk mögött, úgyhogy maga a kocsi mondjuk még 10 tonna, na mindegy, nem baj. Szóval... és 55-ös mérföld per órás sebességgel. Szóval a Paradox legnyomott egy egészen jó kis reklámkampány. Nem tudom, hogy ha valaki látta-e live-ban, a Hearts of Iron 4-et most már a live voltam egyet, egy nagyon rosszul sikerült live lett, úgyhogy ne keressétek, mert privátban lett rakva. És de ettől függetlenül írjátok meg kommentbe, hogyha valaki meg akarja írni, ha nem akarja, mert nem akarja megírni. Azt, hogy szeretnétek a Hearts of Iron 4 videót, mert azért bevallom. Szerintem egy elég jó játék. Az az igazság, hogy hiába érzem azt, hogy abszolút ugye le lett véve a difficulty-e, mert a nem a difficulty lett levéve a játéknak, hanem a többi Grand Strategy játékához képest a Paradoxnak itt ez nagyon, ez nagyon easy, de tényleg semmire nem kell kb. Jó, de az elég sok mindenre kell még most is figyelni, de közel nem annyira, mint bármelyik régiben kellett. Ezekkel a ezzel nagyon leegyszerűsített Battle Plan szisztemmel, még a maga a harcrendszer is viszonylag, a katonák irányítása is viszonylag le lett egyszerűsítve. Az ipar, hát arra se kell nagyon figyelni, nagyon, szóval nagyon-nagyon igen. Az sem lett túl bonyolítva, meg... De azért nekem nagyon bejön a játék. És én nekem tetszik ez a kicsit változtatás, ugyanis, hogy ezt a játékot meg kevésbé lehet Grand Strategy-nek, inkább csak egy wargame-nek lehet nevezni, de most ez nyilván mindenkinek így azért nincsen megmondva sehol sem az a pont, ahonnan innetek, ez már nem Grand Strategy, hanem valami más. Szóval nekem nagyon tetszik az a játék, én játszottam az előző részsel, csak a harmadik részsel is. A harmadik rész az úgy volt rossz, ahogy volt. Mert hogy... ha nem volt hozzá meg neked a három fő DLC, aminek ráadásul az volt a vicc, hogy mind a három fő DLC-hez. Szóval volt az első DLC, amit kihoztak. Ahhoz ugye nem kellett semmi, csak az alapjáték. Kihozták az újat. Na az újhoz kellett az alapjáték, meg az előző DLC. Kihoztak még egyet, na ahhoz kellett az... a játék, meg az előző DLC, viszont az előző DLC is, meg az ezelőtti DLC is, szóval hogy mind a három DLC-t meg akkor lehet venned, akár tetszett mindegyikben a feature vagy sem. Akkor talán jó lett volna a játék, nem tudom, én nem vettem meg, én úgy éreztem, hogy ennyit, hogy ez a játék nem ér meg. Már megérhetett volna, de nekem még úgy sem tetszett, nem jött be, abszolút nem jött be az alapjáték, és még a Hearts of Iron 4-et, amikor láttam, wow, kijött, nagyon jól néz ki, itt néztem már róla régebbi ilyen fejlesztői gameplay-eket, akkor rögtön meg is vettem. Viszont egy kicsit beszéljük a játékról, ugye láthatjátok, hogy most már egy kicsit nem, már nem az elején van a fejlesztésnek. Háromféle autó van benn. Ez volt ugye alap játékról. Kamion van egészen. Ez még mindig sokkal kevesebb, mint ami volt. Volt ez a Peterbilt 579-es, ez a Kenworth T680-as, ez volt benne. Eredetileg a játékban látjátok, hogy azért ezek, nekem ez a kettő, ez nem néz ki annyira bedeszül. És nekem én ezt a Kenworth T900-ast vettem, aminek ugye ezt fogom legközelebb megvenni, majd a Studio Sale. Nekem jelenleg a legalapabb van meg, de majd 10-es szintnél majd megszerzem rá pénzt. Ugye akkor itt, wow, rakjunk már össze, csak egy kicsit így böngészünk a kamit. Nem, a lényegtelen, szóval három darab kamion van benne. Ebből a Kenworth V900-ashoz nemrég jött be, és az Arizona, az is egy ingyenes DLC, és az Arizona
állam is egy ingyenes DLC, ugye eredetileg Kalifornia és Nevada volt benne. Nevada-ban nem nagyon vártam, csak Las Vegasban, és Arizonában már inkább, de Los Angelesbe kezdtem, és Kaliforniában voltam az idő többségében. Szerintem most itt vagyunk az autópályán, úgyhogy egy kicsit feljósulnak a dolgok. Mert akkor nem. És itt is vagyunk a benzinnél. Most ugye itt vannak ezek a White Station-ek. Ezek arra vannak, hogy le tudjuk mérni a terautónkat. Nem érhetjük, tegyük is meg, de most különben nem kaptam jelzést arra, hogy be kelljen mennem a White Station-be. Leméressem a terautónkat. Azt hiszem, ez ennyiből áll, csak hogyha van a közelben egy rendőr. És ő jelez neked, akkor be kell menned. Hú, egyre inkább minuszba kerülünk. Hú, ez nem jó. Látjátok igazából, és az is ennyi, hogy csak ide mész. És ott lenyomod az Enter-t, és... Enter! Na most miért mondtad, de nem is mondtad a pénzt. Jó, van 31 tonnányi összsúlyjal, megyünk. Tadám! Szóval... Ez egy... Nem is kevés, nem is sok, de sok azért inkább. Inkább több, mint kevesebb, viszont most mindjárt visszamegyünk az útra. Hopp! Bocsánat, már kicsit rage-elek. Hát ez nincsen, érted? Olyan féket, nem lehet fékezni ezekkel a... Pösszem, múlt kamionokkal nem lehet fékezni, én mondom, Bakker! Nem, azok el, nem is látom a kocsit. Na jó, ez a kamion. Az jó, hogy nem vagyok kamionsofőr. Túl sok embernek veszélyeztetném az életét. Attól tartok túl soktak. Na jó, indulunk tovább. Nagyon sok rendőrautó van itt különben a játékban. Ennek van pár szerepe, ugye mint már említettem, ezeknél a súlymérő helyeknél csak akkor kell felmenned. Vagy nem, csak akkor muszáj felmenned, ha nem mész fel, akkor kapsz egy kis pénzüntetést, csak akkor, hogyha van ott egy rendőr, aki neked jelez, és ezt ki is írja a játék. Vagy, és emellett ugye a rendőröknek van, akik csak úgy mennek. És van, amikor itt leállnak az út szélére, olyankor ugye mérnek sebességet. Fú, kicsit azért ez a 16 tonnás rakomány azért ez itt így. Így már nehezíti nekünk így a dolgokat. Na, látjátok, ennyi volt az út. Megmutattam nektek mondani így pontosan. Hát ez őrületesen mennyikor a mínuszban vagyunk. Ez nagyon nem jó hír, ez nagyon nem jó hír, de... Most mindjárt visszakomom pénzem. 19 órakor szokott azt hiszem lenni a pénz összefizetés. Kicsit stabilizálni kéne az anyagi helyzeteket, azt kell, hogy mondjam. Most itt lesz 3000-em.
pluszban, mert nem... Jó, nagyon jó, nem sérült meg. Ugye jobbra tudunk kinyalodni, mert amerikai szabályzat. Ugye az ilyen piros lámpánál való elmenés, vagy pedig a piros lámpán való átmenés, meg a karambol, meg az ilyenekre nem kell rendőr ahhoz, hogy megkapjad a büntetést. Úgyhogy itt Los Angelesnek így egy kicsit kinti város részében vagyunk. Fú, San Diego van! Amikor oda bementem, az nagyon szép volt. Szóval nagyon szépen néz ki a játék, és azért nagyon műnők ezek az amerikai kamionok. Nem igazán értem, mire kell ez a sok mutató, de mondjuk nyilván gondolom benne egy pár benzin, szerintem ott van egy tempomat mutató is, hogy mi az. Lehet, hogy ez így, hát őszintén nem mértek annyira azért az autókhoz, hogy meg a kamionokhoz, hogy én azt hittek, hogy megmondjam, hogy ott miért van az az összes dolog, de valamiért biztosan jó van, hová álljunk meg. Hú, azért ez elég biztosan nehéz. De szeressük a kihívásokat, jó? Általában nem szoktam, meg szoktam nézni, hogy minden egyes ilyen rakodóhelynél, ugye kírja, hogy ez, és akkor azért szoktam gondolni, hogy hol mennyire lehet. Hol mennyire lehet nehéz így megállni. De hogyha itt be tudunk fordulni, ami... nem fogunk tudni itt befordulni. Nem. Ez egy abszolút no. Itt aztán nem fogunk tudni. Ez a játék egyértelműen a legnehezebb része. Tökéletes! Végre valára elfogadtad. Szép munka, hát... 1%-os sérülés, az... szomorú. Na, egyeneget rendeztünk, és... most nem, most rakjunk egy... legyen ez. Legyen... értékes. Na, már e-mailt azt meg is kaptuk. Ugye itt most újból tudunk felvenni bankpénzt. Nincs ezért azért nem tudom, hogy van 2 darab 10000-es sem. Sajnos. De még 100000-es fel tudnék. De nem fogok, mert